Sziasztok! A mai alkalommal a félvezetők elméletét fogjuk röviden áttekinteni. A félvezetőket az elektronikában már több mint 60 éve használják. Belőlük épül fel az egyenirányító dióda, a tranzisztor, a LED és még sok más elem. Ezek a legérdekesebb és legfontosabb elektronikai alkatészek, amelyek félvezető kristályokból készülnek. A félvezetők bizonyos feltételektől függően vezetőként vagy szigetelőként is tudnak viselkedni. Az elektronikában használt félvezető eszközök működésének magyarázatához a bohr féle atommodellt fogjuk most is használni. Röviden összefoglalva, az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atommag pozitív töltése megegyezik, az elektronok negatív töltésével, azaz az atom kifelé elektromosan semleges. Az elektronok az atommak körüli pályákon úgynevezett elektronhéjakon keringenek. A legtávolabb lévő külső elektronhéjon keringő elektronokat úgynevezett vegyérték elektronoknak nevezzük. Ezek az elektronok vesznek részt a kémiai reakciókban. Jellemzőjük, hogy kevésbé kötődnek az atomokhoz, mivel távolabb vannak tőle, és mert a közmenső héjakon keringő elektronok negatív töltésükkel elektrostatikus árnyékolást jelentenek. A vegyérték elektronok azért fontosak, mert ezek vesznek részt a kémiai reakciókban. A világunkat felépítő atomok nem szeretik a magányt, szívesen kötődnek más atomokhoz. Miért? Egyszerű. Stabil szerkezetre törekszenek, amit csak akkor érnek el, ha a legkülső elektrohéjuk is telített, azaz maximális számú elektront tartalmaz. Ehhez reakcióba kell lépniük egymással, ugyanis zárt, stabil elektronszerkezettel csak a nemes gázok rendelkeznek. De mi a helyzet a kevésbé stabil többiekkel? A periódusos rendszer első főcsoportjába tartozó elemek atomjainak egy, a második főcsoportnak kettő, a harmadiknak három elektronja van külső elektróhéján, és így tovább. Ahhoz, hogy az állított nemesgáz szerkezetet elérjék, az atomoknak a vegyérték elektronjaikat kell akcióba hozniuk. Amelyiknek kevés van, igyekszik megszabadulni tőlük, amelyiknek pedig sok, próbál még szerezni magának, hogy legkülső héja telített legyen. Az elektronikában használt szilícium és germánium félvezetők négy vegyértékű anyagok. Ez azt jelenti, hogy külső elektronhéjukon négy vegyérték elektron található. Ezeknél az anyagoknál a külső elektronhéjon 8 elektronfél ezért a héj betöltéséhez további négy elektronnal van szükség, amit négy szomszédos atom magukhoz kötésével biztosítanak. Az ilyen kémiai kötést elektronpárkötésnek vagy kovalens kötésnek nevezik. A szilícium atom esetén, ha a szomszédos atomok szintén szilícium atomok, a kovalens kötés az atomokat szabályos térbeli helyzetben, térrácsban rögzíti, az ilyen szabályos lágy szerkezetek összessége a kristály. Ha egy szilícium darabka teljes szerkezete egyetlen szabályos kristályból áll, azt egy kristálynak vagy monokristálynak nevezzük. Az iparban a félvezető eszközök alapanyagaként monokristályos szerkezetű anyagot használnak. A tiszta szilíciumot önmagában ritkán használják fel, de ne siessünk ennyire előre. Ha a kötésű kristályszerkezet az anyag elektronjait erős kötésben tartja, az anyagban nincsen elmozdulni képes töltéshordozó az anyag szigetelő. Ilyen például a tökéletes szénkristály a gyémánt. Vannak anyagok, például a réz, melyekben egyes vegyérték elektronok nem kötődnek a kristályszerkezet egy pontjához sem, hanem szabadon mozoghatnak a kristályban, ezek a sok szabad töltéshordozó tartalmazó anyagok a vezetők. A vezetők és a szigetelők között pedig húzódnak a félvezetők viselkedésüket tekintve. A félvezetőkben alacsony hőmérsékleten a vegyértékelektronok kötöttek, ezért az anyag szigetelőként viselkedik. A hőmérséklet növekedésével azonban a felhalmozódó hőenergia hatására az atommag csak laza kapcsolatban álló vegyérték egy része kimozdulhat a kristályszerkezetben elfoglalt helyéről, és nagy sebességgel cikáznak a kristálylásban, miközben az atommagokba ütközve rendszeresen változtatják irányukat, de eredeti helyüktől nem nagyon távolodnak el. A félvezető kristály tehát energiafelvételekor vezetővé válik. A tiszta szilíciumot önmagában a gyártók ritkán vagy nem használják, helyette inkább fűszerezik egy csipetnyi borral vagy foszforral, azaz szennyezik valamilyen más vegyértékű anyaggal. A szilícium négy külső elektronnal rendelkezik, így alkot rátyos szerkezetet. Ha ebben a szerkezetben az egyik szilícium atomot kicseréljük a például három szabad elektronnal rendelkező bózatommal, atommal, akkor egy kötés elégtelen lesz, hisz nincs elég elektron az összes kötéshez. Ebből az következik, hogy a pozitív részecskék többségben lesznek a negatívokhoz képest, vagyis az anyag pozitív tulajdonságú lesz. Az ilyen félvezetőt P-típusú félvezetőnek hívjuk mint láthattuk, ha egy három szabad elektronnal rendelkező atomot beiktatunk a félvezetőbe, elektron hiány lett, mert négy szabad elektron kellett volna. Azonban szennyezhetünk úgy is, hogy egy öt szabad elektronnal rendelkező atomra, például foszforra cseréljük ki az egyik szilícium atomot. Ilyenkor az rács kötései rendben lesznek, de lesz egy felesleges elektron is ennek az lesz a következménye, hogy az elektron többlet miatt negatív tulajdonságú lesz a félvezető. Az ilyen félvezetőt N-típusú félvezetőnek hívjuk. Felmerülhet a kérdés, hogy mi van akkor, ha összeillesztünk egy P és egy N-típusú félvezetőt, hiszen az egyik elektron hiányban szenved, a másik pedig elektron többletben. A választ ezzel a kérdése ne hamarkodjuk el. A PN átmenet kialakulása pillanatában a szabad töltéshordozók diffúziós áramlása kezdődik meg. Ennek kapcsán a P rétegből lyukak kerülnek át a határrétegen keresztül az N rétegbe, ahol a jelenlévő elektronokkal rekombinálódnak. Ugyanígy az N rétegből a diffúzió folytán elektronok kerülnek a határréteg másik oldalára, a P rétegbe, ahol az ott nagy számban lévő többségi töltésoldozó lyukakkal rekombinálódnak. Mindennek következtében a következőket tapasztaljuk. Az N rétegben a határréteg környékén nem lesznek szabad elektronok. A P rétegben a határréteg környékén nem lesznek szabad lyukak. Az N réteg, amely önmaga eddig elektromosan semleges volt, most pozitív töltésűvé vált, mert a határrétegen keresztül negatív töltésű elektronok hagyták el, ugyanakkor pozitív töltésű lyukak érkeztek. A P-réteg, amely önmaga szintén elektromosan semleges volt, most negatív töltésűvé vált, mert pozitív töltésű lyukak hagyták el, és elektronok érkeztek. A határréteg környezetében egyik oldalon sem lesznek szabad töltés ezért ezt a réteget kiürített rétegnek nevezik. A határréteg bal oldalán, a P rétegben negatív töltése gyűlnek össze, amelyek elektrostatikus taszításukkal akadályozzák az N rétegből a további elektronok átjutását. Ezért az egyensúly beállása után további elektronok nem érkeznek. Az N rétegben a határréteg jobb oldalán viszont a pozitív töltése gyűlnek össze, amelyek elektrostatikusan taszítják a P-rétegből még átdiffundálni szándékozó lyukakat, itt is beáll egy egyensúly, ami után további lyukak nem érkeznek. A határzétek két oldalán kialakuló potenciálgát tehát megakadályozza, hogy a határétegen további többségi töltéshordozók jussanak át. Ha az N tartományra a negatív, a P tartományra a pozitív feszültséget kapcsoljuk, akkor nyitóirányú előfeszítésről beszélünk. Ekkor az elektronokra olyan erő hat, ami a kiürített réteg felé taszítja őket. A lyukakra pedig olyan erő, ami szintén a kiürített réteg felé irányul. Ha elé nagy a feszültség, akkor a töltéshordozók beljebb tudják nyomni a kiürített réteg határait, ezáltal lecsökken annak a vastagsága és így elektromos tere. Ha a nyitó feszültség eléri a diffúziós potenciált, a potenciálgát megszűnik, és nincs akadálya annak, hogy a többségi töltéshordozók átlépjék a határéteget. Az anyag elkezd vezetni. Ha fordított feszültséget kötünk a PN átmenetre, akkor a pozitív potenciál az elektronokat elvonza a kiürített réteg közeléből, a negatív pedig a lyukakat, így a kiürített réteg vastagsága nőni fog, nem maradnak középen töltéshordozók. Ekkor olyan vastag a kiürített réteg, hogy nem tud diffúziós áram folyni rajta keresztül, csak a kisebbségi töltéshordozók drift árama, ami nagyon kicsi, tehát a PN átmenet árama ilyenkor jó közelítése nulla. Az átmenet lezár, az anyag nem vezet. Videónk végére érkezve foglaljuk össze a félvezetőkről tanult legfontosabb ismereteinket. A félvezetők önmagukban szigetelőként viselkednek, de idegen anyaggal való kezelés után, amit szennyezésnek neveznek, vezetőként kezdenek viselkedni. A legegyszerűbb félvezető anyagból készült áramköri elem a dióda. A dióda olyan tulajdonságokkal rendelkezik, hogyha két kivezetésére feszültséget kapcsolunk, akkor az áramot csak az egyik irányban engedi átfolyni, a másik irányban nem. Amikor a dióda átengedi a töltéshordozókat, tehát vezet, nyitó irányú, ha nem engedi át, akkor záró irányú előfeszítésben van. Tulajdonképpen olyan, mint egy elektromos visszacsapó szerep. A dióda alkalmas a váltakozó áram egyenirányítására és nem kívánt áramutak kialakulásának a megakadályozására, na de erről majd egy másik videóban fogunk beszélni bővebben. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, és legközelebb is tarts velem, amikor is tovább ismerkedünk a félvezetőkkel, de már a gyakorlati felhasználásukra fókuszálva. Köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!